Födelemért az anyukékében? A már megszokott kikérdezést, testhőmérést és készfertőtlenítést követően lehet csak belépni a Tolna megyei Balassa János kórház épületeibe. A járó és fekvőbetegellátás jelenleg is folyik az intézményben. Továbbra is a főportán, valamint az Ybl Miklós utcai sátoron keresztül lehet bemenni a kórházba, és a rendelő intézetben is folyik tovább a betegek fogadása. Szeptember 1-től azonban látogatási tilalmat rendelt el a Tolna megyei Balassa János kórház vezetése, így akarják megvédeni a fertőzéstől a kórházban fekvő betegeket és az osztályon dolgozó szakembereket. A kórházba csak azokat az embereket engedjük be, akiknek itt feltétlen ellátásra szorulnak, és valamiféle egészségügyi szolgáltatást kell, hogy igénybe vegyenek. Ennek érdekében ugye látogatási tilalmat vezettünk vissza. Ez azt jelenti, hogy a kórház osztályait csak rendkívül indokolt esetben lehet látogatni. Ehhez kérelmet az intézmény orvos igazgatásán lehet beadni. A betegeket csak a legszükségesebb esetben kísérje kísérő. Ugye gondolok itt például a gyermekkorúakra, vagy az olyan magatehetetlen betegekre, akik mellett feltétlen indokolt a kísérőnek az itt léte. Egyébként tényleg csak azokat az embereket és betegeket engedjük be, akik itt ellátásra várnak és ellátásra szorulnak. Arról egyelőre nincs információ, hogy kezelnek-e jelenleg koronavírusos beteget a szekszárdi kórházban, és ha igen, hányat. Annyit tudni, hogy a korábban felszabadított 180 ágy továbbra is rendelkezésre áll. Tolna megyében 40 beazonosított fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta, országos szinten pedig 6923-at. Az aktív fertőzöttek száma 2373 fő. A kormányzati portál adatai szerint 100 koronavírusos beteget ápolnak kórházban országosan, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.